Szerbusztok, kedves emberek! Itt van velem Neil. Sziasztok! Akkor beszéltem mutatni azt az embert, aki ezt a csatornát üzemeltet, és ti nem ismeritek őt, akkor mit kerestek itt? Hát itt van velem Robi! A Bíborhold, a tököm tudja, van neked még több beceneved, meg művész neved? Nincs. Te csak Robi vagy. Nincs. Igen, voltak mindenféle beceneveim még fiatalabb koromban, de aztán igazából igyekeztem ezeket levetkőzni magamról. No, kezdjünk is bele, mert hogy a mai adásban fogunk bemutatni egy exkluzív kártyát, amitől mind a ketten fogunk beszélni. Ezt ugye én kaptam arra, hogy írjak róla, de mivel közösen csinálunk podcastet, miért nem mutatnánk be itt? Nem, Dever? De, én meg írni nem tudok, úgyhogy én inkább beszélni róla. Viccet nem tudok írni, olvasni nem tudok. Olvasni nem tudsz. Hát végül is ez a magyar tanároknak egyébként nem is kell. No. A papírom van róla, taníthatom, innentől kezdve senki nem kéri rajtam száma, hogy én tudom ezt csinálni, vagy sem. Így van. No, akkor kezdjük. Akkor melyik lappal kezdjük? A múltkor ezével zártuk, ugye, a Gicsolával, akkor most a Vladimir Étjével. Gicsolával zártunk, így van. Szóval a Gicsolával zártuk a múlt hetet, és ezen a héten utána jelent meg, vagy a következő héten, kedden jelent meg a Vladimir ítélete, ami ugye rögtön sok ember fantáziáját elindította, köztük az enyémet is, hogy hova lehetne berakni, mert szinte minden pakli, amivel én játszom, abban mindegyikbe szinte befér. Gyönyörű, szép, hogy színtelen, hogy kereshető, tehát ez nagyon-nagyon-nagyon jó. Miről igen, épp azt akartam mondani, hogy mivel színtelen, ezért nem csak a te bármely pakliba, hanem igazából bárkinek bármely pakliába tulajdonképpen befér kb. Igen, én azonnal ugye én egérút fejjel gondolkodtam, és abban viszont kötelező lesz, úgy érzem. Tehát szerintem ez egyik legkellemesebb, legszebb asztal pusztítás, és amiről az előbb itt beszélgettünk adás előtt, ugye, hogy én játszom Fairlight-tal, és játszom Kereskedők céhével. És Kereskedők céhével még extra jó, mert igazából ugye a plusz kettő az tök jó, viszont az egérúttal én ugye adok neki plusz egyet, plusz egy VP-t, tehát az a plusz kettő alapból már plusz egy, és hogyha olcsóbbítom, akkor az igazából már kb. Majdnem nulla, és viszont Kereskedők céhével megszüntem a VP-t, akkor nem tudja kb. Megakadályozni, és akkor legyarulok, lepusztítok mindent. Szóval nekem nagyon tetszik, és elindult az agyam, hogy hova lehetne ezt még tenni, és kb. Így egy csomó ötletem van. Hogy... Igazából ugye én azt látom ebben a labban, hogy ez egy ilyen kombó. Rengeteg kombó lesz rá, és én azt gondolom, hogy egyáltalán nem azt a swing potenciált fogja elérni, hogy visszajössz vele a játékban, legtöbben nem erre fogják használni, hanem arra fogják használni, hogy saját maguk életpontját valamilyen úton-módon leáldozzák, vagy lesebezzék, és akkor az ellenfelet kellemetlen helyzetbe hozzák, valami ilyesmire tök simán számítok. Én azt gondolom erről a lapról, hogy ez rengeteg ilyen ötlettel bír, rengeteg gondolatot lehet rá felépíteni. Mondom, majd minden pakliba jó, amelyikkel én játszom, tehát igazából a dungeon tükre keresi, mert színtelen. Nagyon érdekes Vladimiros deckeket lehet majd ráépíteni az öreggel, meg Jogumirral, nagyon frankó lesz játszani ilyen paklikkal, meg paklik ellen, akár hálócsapda, mindenre jó. Tehát én azt mondom, hogy én ezt így nagyon szívesen használnám. Hát én most építem a tábori adót, kicsit elcsúszva, de építem a tábori adó paklimat, abban is jó lesz. Na igen, igazából teljesen megfelelő. Jó, ugye az lesz az, hogy rengetegen fogják például azt a részét csinálni, hogy ugye kipörgeted a kezedet, utolsó lapként kijátszod a Vladimir ítéletét, és ugye az ellenfél meg eldobja az egész kezét neki, tehát hogy ilyen kombók nagyon, nagyon sokszor fognak erre alapra épülni, ez szinte biztos, hogy... És pont azt mondjam, hogy egérútban azért kurva jó nekem, mert ugye az ellenféllel húzatom a lapot, én ugye mindig lap hátrányba leszek, tehát nekem nincs az Isten, hogy nekem kb. Több lapom legyen a kezemben, mint neki, tehát eddig nem tudom hányszor, hány versenyt játszottam egérúttal, sose fordult elő, hogy nekem volt több lapom, mert ugye én alapból hárommal kezdem, alapból ő ugye később többet húz, alapból több VP-je van, pörög, gyorsabban tud húzni, ugye a háló miatt kevesebbet tud kijátszani, tehát több lapja van, és én pikpak el tudom pusztítani a saját kezemet, és ezzel viszont az övét is. Ja, igen, azért mondom, hogy teljesen működőképes lap lesz ez.
ezt én adom, hogy ezzel ebből lesznek problémák, meg erre lesz sírás, rívás, fogcsikorgatás szerintem hosszú távon. No, ugorjunk a hétfejű hidrára, mit szólsz hozzá? Még annyi a sírás, rívás, fogcsikorgatásra, most olvastam egy ember kommentjét valahol, amikor kiírta valaki, hogy mennyire ki van a főtitkártól, és hogy a főtitkárt ne felni kellene, mert hogy mennyire gáz, és hogy mennyire ellehetetlenít mindenkit. Nem tudom, olvastad-e ezt a bejegyzést? Nem olvastam. Na mindegy, nem akarom mondani a nevét, de mindegy, valaki teljesen fölháborodott emiatt, és akkor ott erre írta valaki, hogy de hát ott a lehetőség, hogy te is használd, és berak. Tehát, hogyha annyira zavarta, is nyugodtan építhetsz rá. Tehát, hogyha sírás-rívás van erre, ugye ezt a kommentet tudná felhozni, neked is ott a lehetőség, hogy berakd a paklitba. Persze, nyilván, csak tudod, sokan vannak úgy, hogy mondjuk ezt vagy azt nem szeretik, és akkor már ők nem is játszanak vele. Például ugye nem szeretem mondjuk az epikus követőket, úgyhogy nekem aztán tök mindegy, hogy hány darabot adnak ki belőle, mert se így, se úgy nem fogok velük játszani. Egyszerűen rosszul leszek tőlük, tehát egyszerűen nem tetszik. Tehát nekem teljesen más típusú dolgokon jár általában az agyom, és ezek nekem így nem. Hogy sokan nem szeretik az epikus követőket, többek között én sem. És tényleg a legdurvább az, hogy a 11 éves volt akkor a kisebbik fiam, vagy 10, nem tudom, és Sárkány kurnőjével játszott, Sárkány paklival, és aztán kijött az epikus. És mondom neki, hogy te itt van az epikus, mondom, hogy ezzel több lapot húzhatsz, meg több épülőn lesz, és nézte, és mondta, hogy ez szar, az neki nem tetszik. És az epikus, ez most nem tudom, valahol el is kallódott a lakásban, mert mindig próbáltam, itt az epikus jött, és mondta, hogy az nagyja, az szar, az nem tetszik. Úgyhogy őt sem nyerte meg, a 10-11 éves fiam, az se, hogy egyet több lapot húz, az se, hogy több lesz az épéje végén. Valahogy úgy érezte, hogy neki sokkal többet ér az, hogy a sima sárkány úrnő az több tápot ad a sárkányainak. Igen, igen. Nem véletlen egyébként, még mai napig is jobban megy a sima. Bár mondjuk pont most nyertek vele versenyt. A párosan a Hajdú Rolandék egy epikus sárkány úrnővel játszottam Roland. No, akkor hétfejű hídra. Jobban tetszik a sima sárkány. Na igen, mondjad, bocsi. Akkor legyen hétfejű hídra. Őszintén, ugye egy helyre jó az adóba, én azt gondolom, de igazából oda se feltétlenül gondolnám alaplapnak. Én nekem ez alap egy ilyen, hát igazából sok mindent nem csinál. Elején nem jó kirakni, amikor az ellenfélnek nincsenek lényei, mert ez igazából asztaltakarításra lenne jó. Hát ilyen szódával elmegy, én ezt nagyon nem érzem, ezt a lapot magaménak, megmondom őszintén. Az a baj, hogy én versenyen sokszor voltam így, hogy például a tartalékból úgy kiszedtem volna a lényeit, és úgy elpusztítottam volna a tartalékba egy csomó lényét, viszont akkor sem a hétfejű hidrát fogom alkalmazni, hanem akkor inkább a polipokalipszist fogom kirakni, inkább a gyilkos mókust fogom kirakni, inkább a hol van az istenedet fogom kirakni, inkább a Vladimirt, vagy tehát, hogy nem hiszem, hogy a hidra lenne, tehát, hogy van annyi alternatíva, hogy nem hiszem, hogy a, tehát hamarabb raknám ki a gyilkos mókust, hogy a tartalékban lévő lényeit elpusztítsam, vagy a polipokalipszist, mint a hétfejű hidrát. Tetszett, elsőre nagyon megtetszett a hétfejű hidra, nagyon örültem neki, viszont nekem kicsit ilyen túl bonyolult, bár a második fej, azon agyaltam, hogy a második fej az megint azzal az a probléma, hogy bűbáj lény, tehát megint macera. Az, hogy eldobod a kezdetből az ellenfél sebződik egyet, az tök jó. Ez nem arra jó, az arra jó, hogyha dobj egy lapot semmiből gyógyul hármat, tehát gyakorlatilag ugye a 7 helyett 10 életpontra föl tudod húzni, tehát ja, hogy te ott van neki a kárképesség. A lényedet, igen, tehát hogy gyakorlatilag arra tökéletesen alkalmas, hogy mondjuk 10 EP-ig sebezhető maradjon a lényed, és ő meg ugye 5-tel mindent leüt. Ez nem annyira nagyon rossz, de valahogy mégsem az igazán érdekes potenciál. Én ezt határozottan nem érzem annyira magamének ezt a lapot. Persze Én adóba be fogom rakni, tehát ki fogom próbálni mindenképpen, tehát szerintem úgy nekem úgy elfér a Mitril Golem meg a kifejlett sárkányik mellett, be fogom rakni, szerintem rá fog jönni, hogy annyira nem jó. De mondom, tehát Pudin próbálja az evés, és most itt okoskodhatunk, és hogy egy kommentelő is megírta nekünk, ugye, hogy itt tökön szúrjuk magunkat. Én úgy érzem, nem, mert én laikusként állok neki, és laikusként most megpróbálok
véleményt mondani egy lapról, aztán nincs nálam a bölcsek köve. Ja, meg senkinél sincs, tehát alapvetően rengetegszer volt már olyan, hogy egy lapra azt mondták előzetesen, hogy hű, hát ez mekkora spoiler lesz, aztán 200 forintért árulták, és soha senki nem rakta be papírba. Tehát ugye nem egy olyan lapról derült ki számomra is, hogy nagyon erősnek érződött elsőre, amikor néztem, aztán kipróbáltam, és rájöttem, hogy valahogy mégsem működik annyira nagyon jól. Tehát könnyű körbejátszani, és onnantól kezdve, ha már körbejátszák, akkor már nem annyira nagy valami. Nekem ilyen lap például ez a genyó, ez a milyen genyó? Termogenyó. Tök sokszor találkozom vele versenyben, erre nem szart sem ér, mert ugye én az egérútban nekem nincs kanterem, tehát rá kell döbbenni az embernek, hogy oké, a termogenyó, de tök fölösleges, és nem éreztem annyira erősnek, mint amennyire, vagy ez a zambam is ilyen volt, zambam is mindenkinek ott van, side-ban mindenki beteszi az zambamot, de igazából nem láttam még szomszédasztalatnál, hogy nagyon használták volna, meg szerintem az ilyen, azt hitték, hogy de jó lesz, és azt ennyi. Hát mondjuk speciál, ezzel nem értek egyet, mert az ambam az azért érdekes, mert hogyha jön egy mező, ami leszedi a követődet meg a szabálylapodat, akkor plusz... Oké, de a mező ellen hányszor segített neked az amban? Hát minden csata mező ellen be szoktam szájdolni, tehát ez... És hányszor játszottad ki? Sokszor már? Talán egyszer. De akkor általában létrejön. Tehát, hogy azt azért hozzá kell tenni, hogy általában létrejön, és onnantól meg, hogyha az ellenfél dob két kártyát, azért annyira nem lesz boldog. Tehát, hogy főleg mondjuk egy hálócsapda mellett, amit mondjuk lecsatamezőzve hat lapot húz, és akkor még berakja az ambamot mellé, az egész jó lesz. Érdekes dolgok vannak itt, igen. Hát nem tudom, azt én szoktam használni side-ban. Nekem is benne van mindig side-ban, tehát mindig ott van, mondjuk én nekem az egérút mellé fölösleges, mert az egérútnál ugye csak az izémat tudja kikapcsolni. De az épp elég, már kikapcsolja. Az épp elég, igen, kikapcsolja. De ezt szoktam én is, de nem tudom, valahogy nem. Mondjuk én igaz, hogy egérút... Amit nem érzek, az a zoárdit alatt, tehát az például valahogy... Azt én se. Egyszer se pakoltam be. Arra kíváncsi lenni, tehát én azért egyszer lehet, hogy majd izébe ki fogom próbálni. Ha lesz, meg lesz az adós paklim, abban beteszem szájba az OAD-i talált, meg ki fogom próbálni, hogy milyen. Mondjuk a másik az, hogy én az egérúta csatamező ellen nem játszottam, ősi rúna ellen játszottam, ami meg ugye szarnak egy pofon, tehát ősi rúna nem sokat ér, mert az a harammestert nem kapcsolja ki, az egérútat meg semmi nem kapcsolja ki. Tehát igazából... Igen. Úgyhogy jó, tetszik a hétfejű hídra, tök cuki lap, de szerintem én sem fogom. Vagy beteszem. És kipróbálod, és rájössz, hogy mi is rájuk, hogy nem. Hagyod az egészet a francba. Igen. Be fogom szerezni, be fogom tenni, ki fogom próbálni. Tehát nem határolod meg tőle. Én azért sokkal megengedőbb vagyok, mint te. Tehát én, mivel nem értek annyira a HKK-hoz, nem értek annyira a lapokhoz, ezért én nem tudom egyből azonnal rámondani, hogy ez a szar lap, ahogy te rá tudod azonnal mondani. Azt nem mondom, hogy rossz lap, én csak azt mondom, hogy nem érzem a magaménak, tehát hiába játszok olyan paklival, ahova működőképes lenne, vannak ennél jobb lapok oda, tehát most mit tudom én, akár egy kékvér oroszlán, akár egy méreg sárkány, tehát vannak olyan lapok, amik sokkal inkább gyorsabban eszembe jutnak, mint ez eszembe jutnak, tehát én ezt határozottan így látom. De... Na, például a másik, hogy én tényleg teljesen más szemüvegen keresztül nézem az egész HKK-t, és én tényleg abszolút full laikus vagyok, és nem értek a dolgokhoz, ugyanis amikor elküldted nekem ajándékból a 3 kékvérű oroszlánt, mondván, hogy egyszer lesz adom, akkor tegyem bele, és nézegettem a kékvérű oroszlánt, és mondtam, hogy engem ez annyira nem vett meg, és amikor elmagyaráztad, hogy ez miért jó ez a kékvérű oroszlán, akkor rájöttem, hogy tényleg ez tök jó, de magamtól soha nem jöttem volna rá, hogy ez a kékvérű oroszlán ez jó adóba, mert a kékvérű oroszlán ez mekkora menő. Valahogy úgy nem fogott meg elsőre. Tehát ez tipikusan az alap, amit húzni szeretnél egy olyan környezetben, tehát hogy azt szeretnéd felhúzni, mert tönkreteszi az ellenfél játékát, nagyon, nagyon komolyan tönkre tudja tenni. Nézzük a tudat ellenségét.
Ugye ez egy ösmágiás ratlap, blokkoló, és ugye eleve van egy és képessége, ami hát nem tudom, tehát én azt határozottan azt érzem, hogy ugye rengetegszer be tud sülni. Nekem bocs, erre lapról azt teszem, hogy aki ezt kitalált, az tudja, hogy Hearthstone-nal játszik, és akkor onnan jött az ötlet. Nézd meg a paklit felső három lapját, és válasz ki belőle. Hearthstone-ban van egy csomó ilyen lap, tehát én ott találkoztam már ilyennel. Legalább itt lett volna négy, vagy kettő, tudod. Uh-huh. Na, mindez, volt egy olyan motyogó, ami azt tudtam, majd kikeresem, és akkor felrakom szépen, és akkor mindenki jó, aki kinevethet, hogy a nem gyakori lapot, lapnak a neve nem jut az eszembe, de hát nagyon régen játszottam vele. Ugye egyszínű versenyen tökéletesen jól működő lap volt, mert ugye azt tudja, hogy öt lapot fel kell fordítani az ellenfélnek a paklit tetejéről, és ezt a semmibe kell dobnia, és hogyha köztük nem volt két azonos egyforma, akkor ugye vagy eldobat egy lapot, vagy leszed valamit. És ez egy nagyon jó nem gyakkártya volt, főleg egyszínű versenyeken, vagy nem egyszínű versenyeken, hanem egylapos versenyeken, tehát ahol nem lehetett egy lapnál többet berakni sokszínűség jutalmán. Tökéletesen jól működő lap volt, majdnem mindenhol, aki feketében játszott, az mindenki berakta. Tökéletesen jól muzsikáló lap volt, viszont ugye pont ez volt a baja, hogy az öt lapban simán lehetett kettő olyan normál esetben, ami azonos, és emiatt ugye mondjuk besült a képessége. Na hát ennek pont ugyanaz a problémája, keres, de hogyha nincs benne három, nincs a három lapban varázslat, akkor mindent kidobod a semmibe, és ennyi. Én most ismét laikusként kell, hogy beleálljak, de szerintem ez olyan dolog, hogy ha már ilyet beteszel, ez olyan, mint amikor antimágiával játszol, és azt mondod, hogy ha tele van a kezed varázslattal, akkor megszívhatod maga saját antimágiáddal. Tehát, hogyha antimágiával játszol, akkor egyértelműen alig teszel bele varázslatot. Ha ezt a lapot berakod, akkor egyértelműen azért teszed be, mert tudod, hogy kurva sok varázslatod van. Tehát most lehet, hogy én vagyok naív, de én úgy gondolom, hogy egy ilyen lapot, egy ilyen speciális lapot te beraksz a paklitba, akkor már erre valamilyen szinten építkezel, vagy készülsz, tehát nem fogod ezt berakni egy olyan pakliba, ahol nincsenek varázslataid, érted? Nem az a baj, hogy nincsenek varázslatok, tehát, hanem hogy eleve fogsz játszani lényekkel. Tehát simán benne van a pakliban. Annyira át kell koordinálnod a paklidnak a dolgait varázslatok felé, hogy sokkal nagyobb eséllyel húzzál, mert hogyha most húzol három lényt, ami mondjuk simán benne van még akkor is, hogyha csak 6-8 lényjel játszol, hogy simán húzol három darab lényt, és akkor kidobod, akkor meg kidobtad a paklidból azokat, amik esetleg még valamit csinálnak is. Nem igen, tudom. Meg hogy kicsérdés, hogy pont abban a három abban benne legyen az a varázslat, amit te nagyon keresel, mert ha nagyon akarok fordítani a varázslatot, és most mindenképp el akarom keríteni. Igen, tehát ebben én se érzem abban a is képességben. Én ezt nézegettem. Hát a másik verziója, ugye az azonnaliként való kiáltás, az már jobb. Ez járja kellen side-ból beszállva ősmágiás, ugye meg tudja csinálni azt, hogy egy nagy sebzésű lénynek a sebzésével csökkent az ellenfél max VP-jét, ezen kívül még húzat is egy lapot, tehát gyakorlatilag visszaadja magát. Abban a verziójában több realitást látok, mint magában a lényben. Tehát ez így viszont én ezt tanultam, hogy azonnali, mert amikor teszek be pakliba azonnalit, mindenki kiveteti velem, mondván az azonnalit kb. Minden fogja. És ha azonnaliként játszott ki, akkor azonnaliként viselkedik, ugye? Igen, csak most ugye ezt abból indulj ki, hogyha most mondjuk egy járjellel játszol, az nem feltétlenül lesz neki végtelen mennyiségű azonnali lapkántere. Olvastam akik ilyen blokkolókkal játszanak, blokkolópaklikkal, ők is azt mondták rá, hogy hát ez nem az a kártya, ami alapból bárhova beférne és kiszorítana valamit. Már igen, el lehetem mondani kíváncsi, mert én nem játszom blokkolásra, én most csak így tényleg tippelgetni tudok, meg tökön szúrni magam, de igazából fogalmam sincs, tehát igazából beszélnem kérem mondjuk az Istvánnal, ugye, aki blokkoló paklival játszik, és megkérdezi tőle, hogy neked tetszik-e, és valószínűleg akkor ez szerint ő is azt fogja mondani, hogy nem biztos, hogy ez egy kiváló lap. Hát igen, ez egy érdekes kérdés, szerintem nem az, tehát én ezt így nagyon nem érzem magaménak szintén, de mondjuk én nem is vagyok blokkoló párti. Én sem. Ja. Sőt, előtt
Először én akkor hagytam abba a HKK-t, 2003, vagy mikor jelent meg a Rat fénykora. Játszottunk, nagyon sokat játszottunk, barátaim a családdal, és akkor a Lóri haverom megvette, nem tudom, 8-10 Rat fénykorát, és akkor ugye meg ebben a Rat is összerakott egy blokkoló paklit. És akkor jött, ellenünk játszani, és mindenkit szétszopatott ugye a blokkolásokkal. És akkor mondtuk, hogy jó, akkor ha ebbe az irányba vagy a HKK, akkor pont telibe szarom, és akkor egy 10 év nekem ki is esett a blokkolással, veszítette engem legelőször a HKK, és akkor azt mondom, jó, akkor én így nem. A semmizés, nem, legelőször a semmizés, az öcsém megszopatta a semmizős, amikor a vazó haverom semmizett, akkor öcsém fogta, összerakott 100 darab repülő lényt a pakli, oké, megkeverte, gyere, semmi, 30, oké, dobálta semmi a lapokat, rakta ki a repülőnyeket, és vert a széjjel a... Azt mondta, hogy most ilyen agyatlan paklit kell komolyan összeraknom ellened, és ilyen agyatlan paklit kell összerakni, hogy a vazó semmizős paklit meg tudjuk verni. Na, körül abba hagyta a semmizést. Azt jött a Lóri ezzel a blokkolással, és akkor azt mondtuk, hogy blokkolás ellenfele, tehát ott az ellen nem tudsz mit csinálni, mivel ugye akkoriban még nem voltak nullás meg egyes lapok. Most ha elkezdett blokkolni, lement 8-ra a VP-d, akkor már nem tudták kijátszani egy csomó lapot, mert 8 meg 9 mana volt, érted, a jó lapok többsége. Úgyhogy engem a blokkolás, én azért én blokkolás ellenes vagyok. Tehát... Le vagyok blokkolva a blokkolásra. Igen, úgyhogy üzenem most itt, nem is tudom, hogy majd lehet, hogy ne felejtsem el mondani, hogy amikor meg lesz a híres ember nyíl lap, azon legyen antiblokkolás. Antiblokkolás 100. Valtar a holt szellemet, ami Valfar, bocsánat. Ezt tud ilyen a Vogel Patik találtak, és valami metal zenekarnak a zenekar neve. Biztos. Easter egg-es a neve is, és gyakorlatilag nyilván Patrik féle lap, hiszen férfarkasról van szó. Igen, Terje Valfart Bakken, 2004-ben meghalt. Aha. Norvég Black Metal énekes. Na, hát gondoltam, tehát ilyen néve, hogy Valfart, férfarkas, tudki Vogel Patrik, és tudki valami Black Metal, akkor beletaláltam, és Norvég, jó, beletaláltam. Érdekes módon az is egyébként a Kristály Főnix is easter egg, az is valami metal zenekaros történet. Igen? Aha. Hát nézzük ezt a lapot. Szerintem ez egy side lap. Tehát igazából side-ba lesz jó. Miért? Azért, mert úgy önmagában nem csinál semmit, csak akkor lesz jó, hogyha kikapcsolják a szabálylapot. Tehát mondjuk egy bilincsbe, börtönben kiváló side lap, hiszen ott húzat úgy, mint a rücskös. Nem, ez egy teljesen jó lap lesz, de mondom, ez igazából elsősorban side-okba lesz jó, mert farkasok, meg gyűjtők, generáló paklik mellé, azok általában börtönökkel, bilincsekkel játszanak, de még adott esetben, hogyha járjaznak, akkor is ugye tökéletes mellé, mert hogyha ki van kapcsolva a szabálylap, akkor ugye ezt ki tud játszani ingyen, húzat egy lapot. Nem rossz egyébként. Most próbálom megfejteni, tehát ugye az a lényeg, hogy ugye vízió, tehát akkor igazából minden körbe húzol egy lapot. Így van. Ugye? Tehát minden körbe húzol egy lapot, hogyha ki van kapcsolva, akkor nulláért, tehát kurva jó, minden körbe nulláért húzol egy lapot, és igazából annyi EP-ért húzol azt a lapot, amennyi a lap költsége. Tehát igazából, ha egy ilyen 0-1 manás paklid van, akkor ezt a gyűjtőből főhúzod. Hát igen. Hát igen. Igen, mivel nem játszom Dornodonnal, nem játszom vérfarkasokkal, élőholtakkal, ezért engem így ez a lap ez így elkerült, és hogyha bontok egyet, akkor szívesen cserélem azzal, akit érdekel. És ami még mellette nagyon jó, hogy a képe is szép, tehát a grafika. Az nagyon szép, a kép az nagyon szép, az nagyon tetszik. Nekem is, tehát hogy amúgy egyébként úgy összességében összefüggően jó ez a lap, én nekem ez tetszik, gyűjtőgenekbe, bármilyen börtönbilincsbe, amelyben játszanék pirossal, vagy bármilyen olyan koncepcióban, amit drágít, és ott kikapcsolják a szabálylapodat, az ellen tökéletesen megfelel. Tehát jó lap, ez nekem tetszik, ez szerintem fogjuk látni is, tehát ezzel fognak játszani mások is, de én azt gondolom, hogy elsősorban akkor, amikor nulláért tud kijönni, ugye egyért már... Én okoskodni nem akarok bele, mert nem értek ehhez a részéhez, úgyhogy én erről úgy igazából vélemény nem tudok formálni, mert mondom, nem. Engem nem vett meg az alap, nem is mozgat, a fantáziámat sem mozgatja. Viszont nem beszéltünk az énekről, még a múltkor, amit te csináltál egyszer, írtál az énekről. Hát versenyen most találkoztam a kísérdett járászénnel. Találkoztam az összes lappal, még ezzel az óriással is,
amire azt hittem, hogy mekkora szar lesz, azzal is találkoztam, az is beszopatott. Szóval, és az a baj, hogy amikor mondom embereknek, hogy én játszom egér úton, azt mondják, hogy hát most még nem neked való az egér út, de majd, amikor ugye majd lassulni fog, ugye most a rotta meg az az új hozzást lassítani fogja a játékot, úgyhogy akkor majd jó lesz. Hát mondom, igen, de én most láttam az új kiegészítőt, ugye a kísértett játékot, hát ez nem úgy érzem, hogy lassítottaná a játékot, időben lassítja, mert 20 perc egy kör, de egy kör alatt legyaláz, megöl, kinyír, kicsinál. Tehát, hogy igazából nem érzem azt, hogy hú, de visszalassult volna a játék, hú, de nehezedett volna a játék, hú, de drágult volna a játék, mert ez bazd meg fogja azt a gyűjtőből a harmadik körben már ilyen 12-ket sebez nekem a Morgan gyermekével, vagy nem tudom mivel, meg hát a tököm ki van. Tehát, hogy ez a kísértett járás, ez most nagyon kedvezett a gyűjtőgeleknek, de nagyon utálom. De azt láttam, hogy most nagyon elkezdték az emberek ezt tolni, és tényleg nagyon megy a két ritkátlet, mondjuk a holdkőpálcát nem láttam belőle, a Quark animátort azt nem, azzal nem találkoztam, ezzel az alvilági óriással találkoztam, azt hittem nem fog találkozni, de találkoztam, halálangyalával is, meg a két ritkával, meg hát a Morgan gyermekével. Hát van ez így, hogy nem lesz tökéletes a dolog. De viszont nekem van egy folyos temető lidércem, ezt most itt hadoztam meg itt a jó emberekkel, hogy ez eladó. Tehát, hogy nem szeretném megtartani, amennyiben valakinek kell, és jó árat ad érte, abban az esetben viheti. A kommentekben le tudjátok írni ezt a dolgot. Én azt hiszem, eladtam a temetőli vércemet, a folyilósomat, meg is nyerte az adott ember, nem mondom ki a nevét, és elvileg el is jön frissen bontottra, 6700-ért megnyerte liciten, ugye én voltam a temetőli vérce az, ugye igen, az. Én voltam az első, aki kiraktam aznap, de hát majd akkor fogja megvenni, kíváncsi, hogy meg fogja venni, hogyha tényleg hozzá a pénzt. Akkor ne nagyon menjünk bele a másik ezeknek a lapjaiba, mert hogy ők elemezgetik úgyis a saját lapjaikat, hanem akkor nézzünk egy olyan dolgot, ami most itt újdonság lesz. Milyen másik izéknek a lapjaiban? A másik blogoknak a blog által bemutatott lapokba, vagy bele akarsz menni? Nem, a Bíbor hol mutatott meg valamit, ami nem érdekel. Az hülyeségben, azt nem is érdemes elolvasni. Viszont van egy itt most ebben a podcastben fogom bemutatni nektek egy lapot. Persze, hogyha nincs is figyel. Ja, engem elvesztettél. Ez egy exkluzív, ugye? Exkluzív, ez most is, nem is fogja a HKK oldalon se bemutatni senki. Ez a Bíbor Holdnak jött, de ugye az, hogy hol van bemutatva, az majdnem mindegy. Tehát, akkor exkluzív. Valami zenét találjunk ezt. De miért kell a videó elejére zene? Az engem úgy idegesít, hogy nem indul egyből a videó. Miért teszel a podcast elejére zenét? Minek? Tekelni kell. Miért nem indul egyből? Sziasztok! Miért van az elején egy perc zene? Minek? Nem tudom. Nekem ne tegyél. Próbáljuk, hogy most te tegyél a kedvemért. Jó, nem teszek a kedvemért. Köszönöm. Mi az, úgy kezdjük, hogy sziasztok, tudj és kezdjük. Az baj, az nem jó. De. Jó, mindegy, csak ennyi. Jó, oké. Okay. Rendben van. Most jól leszóltad. De, mert nem látom értelmét. Ilyen egyedül a izéknál találkoztam a Dávidéknál, náluk se értettem, tehát előtte soha, pedig rengeteg podcastot soha sehol náluk láttam elő, hallottam először, és mondom, úristen, mondom, mi ez a hülyeség? Mi ez a hülyeség? Ahogy a macskafogóból idézek. Aztán megláttam, meghallottam, hogy nálunk is ez van, hát mondom, mi is. Jó, oké, leveszem, nem gond. De aztán, ha más szereti, akkor tegyük vissza, csak próbáljuk ki, hogy nincs. Tehát akkor, aki ideig eljutott, milyen volt, hogy nem volt az elején zene jó, vagy nem, üdvözöltétek, vagy nem? Kérek, mindenki kommenteljen és mondja, hogy jó volt, vagy nem jó. Nem volt jó, köszönöm szépen. És hogyha sírtok, akkor azt is mondjátok el. Azt is igen, mondjátok el, ha sírtok, igen. Így van. No, szóval akkor nézzük ezt a lapot, amit úgy hívnak, hogy... Ja, bocsi, előtte hadd mondjam már el. Most itt fogom a lapokat, föltitek, ez a világi óriásnál el van baszva, hogy lejjebb van a szány, de csak annál van lejjebb a szány. Nagyon nem figyeltem meg. Majd nézzétek meg. Akkor a lap, amit úgy hívnak, hogy falkavezér! Falkavezér! Vérfarkas, kitalálhattátok. Sharon Lea, ez bejön? Ez jó kombó? Ez egy érdekes kérdés, ugye az eredeti lap az Sharon lap volt, és az még nem volt vérfarkas.
ez egy felújítás, az eredeti az tisztán zöld színű volt. Nem tudom igazából, hogy mennyire fog beleférni a farkasokba, ugye a farkasok többsége fekete. Van igen. Most piros. Oké, csak fekete, ott van a Dornodon, ugye, tehát le a Dornodon adja magát, pláne a black metalos énekes miatt, és akkor bejön hirtelen egy Sharon. Igen, ez egy ilyen eldöntendő kérdés, hogy akarsz-e vele játszani. Amúgy egyébként maga a lap nem tud rossz dolgot, hogy a csont helyett izomjelzőt rak a lényekre, ami viszont feltételezi, hogy lehetőség szerint ne börtönnel és bilincsel játszok, mert hogy az izomból akkor tudunk a legtöbb értéket kinyerni, ha lapot húzunk rá. Tehát a farkasok amúgy is baromi gyorsan ütnek, és hogyha a csont helyett még izomjelzőt is kapnak a lények, akkor elég gyorsan le tudják darálni az ellenfelet, pláne úgy, hogy kára képes plusz kettő, plusz egyet, és melyikus támadást adni minden lénynek ez a farkas. Hát horda. Hát de ez viszont, hogy kurva jó, mert akkor azért az úgy oda tud verni akkor. Hát igen, mert... Szerinted, ezt a lapot már régóta nézegeted, én ugye most elkoztam vele először, szerinted megéri ezért az egy lapért gondolkodni Sharonon, vagy mit gondolsz? Ezen rengeteget gondolkoztam én is, hogy mennyire éri meg, mert ugye gyakorlatilag nem csak ez az új metalénekes Valfar lesz a piros, hanem ugye a pokolkutya is az, és ugye az is vérfarkas. Tehát a Dorodon az már adja magát? Hát adná magát, de nem feltétlenül. Tehát mondjuk ugye ez egy sokkal inkább hordásabb verzióhoz jó, de ugye nem támad fel, hát... És várja, de most ugye agyalok, és ezt nem is kötelező vérfarkasok közébe rakni, hisz minden lényed mágikus támadást kap, és ha kinyersz szőnkomponást, akkor izomjelző, tehát igazából, ha leszarod, hogy vérfarkas az altípusa, ezt berakhatod bármilyen hordában, nem? Ezt berakhatod akármik mellé. Igen, tehát például, hogyha valóban igaz lesz az a dolog, hogy a le a követő mellé építhető lesz horda, akkor oda erősen elgondolkodtató az a plusz kettő, plusz egy melyikus támadás. És ugye a zöld oda viszont már nem is annyira ordinári rossz, hiszen például ott a ködmön nevezetű tárgy egy zanszilánkért, ami ugye láthatatlanságot ad a lényeknek. Tehát az, hogy átcsapjanak az őrposzton, a Lea plusz kettő támadásával, meg még ez is ad nekik, hát elég gyorsan le tudja darálni az ellenfelet egy ilyen horda. És várjál, most agyalok, most lehet, hogy hülyeséget mondok, és lehet, hogy majd valaki mondja, hogy ne okoskodja bele, ha nem értek a kártyához, és tökön szúrom magam, ezt nem engedem ezt a kommentet. De nyugodtan lehetheted, mert most akkor szegény úgy érzi, hogy újra kommentelnie kell. Ja, hát persze, és azt is majd, de nem, azt már le fogunk szállni, igen. Na, mi van, ha én ezt mondjuk a hétfejű hídra mellé rakom be? Hát, berakhatod. Ez igazából egy horda lény, tehát ez gyakorlatilag azt tudja, hogy a horda többi tagját baromira... Nem az, csak hogy most hülyeséget mondok, lehet, de azt mondja, hogy a kör végig minden lényed mágikus támadást is plusz kettő, plusz egyet kap, és dönthetsz úgy, hogy szöngben se izomjelzőt raksz. Értem, tehát hogy ő sok lényt leüt egyszerre, és akkor a... Hogy kap 7/8-as lesz a hidrám, és akár 2-3-4 lényt is kinyírhat, és 2-3 izomjelzőt azonnal kiszórhat. Vagy ez hülyeséget gondolok most? Nem, mert ez elvileg működik. És igazából ugye az jágy kompatibilis, ez is az, tehát elvileg működhet abban is, tehát ez igazából bármilyen hordalénnyel működik, bármilyen olyan pakli, ami asztalról sok sebzéssel akarja megoldani a játékot, oda ez teljes egészében működik. Mert azért, mert én azon gondolkozom, hogy ugye a falka, már úgy jár az agyam, kirakok egy lényt, azt azonnal meg fogják oldani, le fogják szedni, tehát talán egy kört él minden lényem az asztalon. Tehát sajnos én már ilyen fejjel gondolkodok, mert ezt tapasztaltam, hogy kijön a falka, ezért az első gondolat az ellenfélek, hogyan fogja tudni azonnal lekapni. Tehát még talán abban az adott körömben még van esélyem arra, hogy én szőnkomponenseket és ezáltal izomjelzőket nyerjek ki. És ezért gondolkodtam egy gyors megoldáson, hogy a hétfejű hídrám az gyorsan sok szőnkomponens tud azonnal kikapni, és akár ezt az izmot rá is küldtem a falkavezérre, amit ha utána akar intézni, húzok utána 5 lapot. Most csak nem tudom, hogy most hülyeség, tehát tényleg én más szemmel, és írjátok rá hülyeséget gondolok.
Nem, egyébként az, hogyha egyszerre tudsz sok szönykomponens, sok leütött lényből szedni, és az izomjelzőt ad, ugye az is tovább növeli annak a lapnak az erejét, hiszen gyakorlatilag onnan már leszedni se nagyon éri meg. Mondjuk, és mi van abban az esetben, várj, ez hogy működik? Amikor azt mondja, hogy a hétfői hídra bárhány lény támad, megölök vele egy lényt, kapok egy szönykomponens, kapok egy izmot, azt már azonnal rá is rakom, és a következő támadásánál az már rajta van? Hát igazából szerintem itt egyszerre fog megtörténni egyszerre. Az összes támadás, viszont az izomjelzők meg tudják menteni a lényt. Tehát gyakorlatilag ugye ez egy ilyen, mondjuk, hogyha kap 4 izomjelzőt, és akkor még van itt, van ebből ugye plusz 1-e, akkor ugye az már 12, meg még lapot is tudsz neki dobni, az már 15, azért az elég szerintem, hogy elhullana. Fejek is ott vannak a kezemben, mert egyből azonnal kapom a kis fejeket, kapom az izomjelzőket, tehát, és lehet, hogy ez túl macera, és tényleg írjátok le, hozzáértük, akik tudják, hogy mi a valós ember, én most csak itt tippelek, hogy ez nekem ez itt tök szimpatikus, bár nem fog ilyennel játszani. De... Igen, egyébként én határozottan próbálgattam idehaza a leakövetős hordát, nem annyira volt működőképes még, azonban ugye most jön hozzá a nekromanta vezér, akár ez a farkas, vagy ez a falka vezér, akkor ott láttuk azt a fehér-fekete lényt, az ostoba yetit, ami antimágiás, hármat üt, tehát hogy ezek annyira adják magukat ehhez a paklihoz, hogy baromira... Igen, csak most a kérdés... Nem összerakni, hogy csak azért is, hogy De meg... akkor Raja Sharon Lea, tehát akkor már el van döntve, mert az ostoba yeti az ugye Lea Raja, a falka vezér az Lea Sharon, tehát innentől kezdve akkor már megvan a három színet. Várjál, most kikerestem az ostoba yetit, megnézem pillanat, azt mondja, hogy antimágia egy le arra, és fagylappal nem lehet neki dobni, és feltámad, jó. Na jó az a lap. Jó, az csak kell neki összefogásra a yeti. Figyelj, a Lea hordába a 2020 év végéig, ott jó vagy, yetik. 2023 év végéig ott lesz a yeti csemete, abból meg ötöt használhat, szóval az ja, biztos, igen. Hogy fixen, meg a mumifikátor is fixen bent lesz. Mert ugye a mumifikátor is dobásra is tud lapot berakni, meg ha létrehozod, akkor erőforrásokat is tud adni, az is yeti, tehát hogy azért nem olyan biztos az, hogy annak ne lenne elég köteléke. Nem olyan rossz az alap. Sőt. Na, jó van, akkor ennyi. Akkor szerintem ez így egy ilyen... Engem elindított a fantáziámat, de nem fog mit kezdeni vele, azt tudom. Rendben. De ti írjátok le, hogy nektek hogy tetszett ez a lap. Nem de bár? De én is kíváncsi vagyok, igen. Nem de bár. És akkor írjátok le, hogy hányszor szúrtuk tökön magunkat, hogy csak hogy még egyszer felemlegessük sérelmét, ami engem egyáltalán nem izgatott, és tényleg nem tudtam vele mit csinálni, nem foglalkozni. Ja, úgy engem se izgatott, hogy én nem gondolkodtam el azon, hogy akár válaszoljak neki, vagy eszembe se jutott, meg nem is érdekelt. Csak a tökön szúrás annyira megtetszett, olyan vagyok néha, mint a kutya, aki rákap így a csontos, így nem engedi el, tehát ez a tökön szúrás, ez így nekem annyira megtetszett, és annyira ritkán hallom a tökön szúrást, tökönbökön magam, de igazából lehet, hogy nekem ez a szó tetszett meg. Tehát nem akkor már nem emlékszem, hogy mit kommentelt, azt tudom, hogy valami az volt, hogy hadd fogalmazok meg pozitív kritikát, és tök negatív volt végig a kritika. Én erre emlékszem, mert reggel főkettem, mondom, na végre pozitív kritika. Végig negatív, mondom, jó, hát akkor majd megvárom, míg a pozitív kritikát fogalmazod meg, és majd akkor elolvasom. Innentől leszartam, de ez a tökös húrás, ezt kétszer használta, és annyira megtetszett. Mondom, olyan régen, olyan ritkán, úgyhogy szúrjuk tökön magunkat. Jó, lehet ez a videó szóval, hogy tökön szúrtuk magunkat. Tökön szúrás, akkor jövő hét kelten is tökön szúrás lesz, ahogy elvileg most, és akkor beszélünk az új lapokról, ha minden igaz. Jó. Amúgy egyébként érdekes módon nekem az évfattyak tetszenek. Hát kimondhatatlan nevők, én ki vagyok tőlük. Igen, az biztos, de alapvetően összességében egész jó koncepciónak tűnnek. Így ez... Annyira vicces, hogy csak annyit csinálnak, hogy rácsapnak a billentyűzetre kétszer, és... Olyan,
olyan, és tesznek bele egy apostrofot, mert az muszáj, ezt utólag valahol beleszúrják, és akkor ennyi, tehát, hogy igen. És a diffeomorfátort fikázták, tehát én akkor azoktól megkérdezem, és akkor te a diffeomorfátort fikázod. Igen, tehát azok teljesen, de tetszenek az évfagy, csak az a lényeg. Hogy... Ja, ja. Na, ez egy érdekes koncepció lesz szerintem. Már két előre kenterelős lapot is láttam belőle. Az is jónak tűnt, amit az Eldőn-en mutattak be, úgyhogy... Na mindegy, viszont figyelj, egy lapot akartam kérdezni már izén kívül. Ja, elköszönünk a nézőktől azt a ja, kontrolat. Jó. Oké, tehát, hogyha tetszett, akkor like, meg komment, meg kutyafüle, macskafarka. Akkor, ha tetszett, akkor jövő héten is valamikor, és iratkozzatok fel mindenképpen Neil csatornájára, mert hogy az... fantasztikus. És ha nem tetszett nekik, akkor nem jövünk jövő héten? Mert azt mondod, ha tetszett, jövünk jövő héten is. És ha odaírja valaki, ez a tökön szúros csávod, hogy nem tetszett, akkor nem jövünk jövő héten. Akkor is jövünk, mert nekünk tetszett. Akkor jövünk, mert amúgy mi megélvezzük a beszélgetést. Igen. Tehát alapvetően nem nagyon érdekel minket, hogy másokat ez mennyire izgat. Tehát ezért, ha tetszett, jövünk jövő héten. Nem, ha tetszett, akkor meghallgathatod, hogy jövő héten a folytatás, ha nem tetszett, ne hallgass meg jövő héten a folytatás, mi itt leszünk mindenki. Itt leszünk, így van, akkor sziasztok! Szevasztok!